Az elmúlt 24-ben erejéből összeállított kiállítással vette kezdetét idén a Pannon Egyetem, Veszprém és az ország egyetemisteit évről évre megmozgató programsorozat. Az a megtiszteltetés érte a résztvevőket, hogy Ferenc Bélától, azaz Leótól, a Vennpápától hallhatták a fesztivál indulásának történetét. A Vent szülőatyaként a mai napig szívügyének tekinti kedvenc egyetemi napjaink sorsát. Adva volt a körülmény, egyetemek és főiskolák kulturális találkozója volt akkor éppen. Veszprém volt a soros, a Soproni Egyetem, a Miskolci Műegyetem és a Veszprém Egyetem körbe-körbe minden esztendőben ilyen fesztivált rendezett. És ez adódott, hogy azon a fesztiválon valamit kellene tennünk, valamit kellene csinálni, hogy ünnepélyes legyen, de diák is legyen. És akkor kigondoltuk, hogy jó lenne, ha diákrektor lenne. Persze nem egészen így, majd amikor itt a kiállítást megnyitom, akkor elmesélem, hogy is történt ez annak idején. Kicsit romantikus a dolog. A szervezők a Venn ideje alatt szívesen látták a programsorozat históriája és az öregtorok után érdeklődő egyetemistákat. Egyes venes évtizedeket igyekeztünk itt megeleveníteni, és a lényeg pedig az volt, hogy a kiállítást megtekintő emberek egy kicsit a Vennek a hangulatát, a régi idők hangulatát egy kicsit felvegyék, egy kicsit belelássanak, egy kicsit belekóstoljanak ebbe a dologba. És biztos vagyok benne, hogy ez a kiállítás még a Venn után is itt lesz, tehát lesznek bőven olyanok is, akik mondjuk nem Venn polgárok, de ide járnak a Pannon Egyetemre, és abban bízom, és bízunk mindnyájan, hogyha megtekintik ezt a kiállítást, hát ha azt mondják, hogy legközelebb érdemes lesz, mert itt érdekes diákprogramok vannak a fesztivál hangulat mellett. A kiállítás megnyitót követően éjfélkor a dörgedelemmel kezdetét vette az egész évben várva várt 25-ben. Megismerhettük az öt csapatot, a Lakendrolt, a Venn foglalást, a gyerekvenőrzőt, valamint a Huventrogert és a Hellászt, és jelöltjeiket, akik öt napon át versengenek a diákok kegyeiért, nemek szavazataiért. Emellett bemutatkozott a zsűri és a dírhá is, akik a fesztivál ideje alatt a konferenciai szerepben tündököltek. Hallhattuk a csapatok kortes dalait az Írkocsmaroktól kezdve gyerekkorunk kedvenc rajfilmjeinek slágergyanús átdolgozásaiig. A hagyományokhoz híven és a hétkezdet révén még energikus bulival zárult a nap a csapatkocsmákban.